építés. Károly Csaba is megérkezett. Vagy Csaba Károly. Igen, Károly Csaba. Na srácok, majd most már elindultak az intrók, meg majd ott a Carlo Vivar is kis szösszenet, úgyhogy most már olyan, most itt nem látom pontosan, mert másik módban vagyok, de olyan maximum másfél-két perc. Breaking news! Breaking news! Paralaxis csapata eljutott a csehországi Carlo Vivariba, ahol a nem... És ne felejtsétek, hogy ez a Carlo Vivar is, tehát 8-tal önmagában is elérhető. YouTube-on és Facebookon. A Parallaxis világpremiérjét itt mutatták be Carlo Vivariban a Nemzetközi Filmfesztiválon, és hát el kell, hogy mondjam, hogy egy 10 perces álló ováció és tapsüar kísérte a Parallaxisnak a világpremiérjét. Mindenki el volt ragadtatva. Jó lesz a hang az, Miki, mit gondolsz? A kritikus azt mondta, hogy ilyen műsor. Jó, nem baj, ha közben dolgozik. Tárgyalásokat folytattunk a világpremiér után a Disneyvel és a Warnerrel a kiadás körüli kérdésekről, és hát remélhetőleg hamarosan a világ összes moziában és az összes streamingben. De azért elég halk a Miklós. De majd a kommentelők úgy is jelzik, hogy jó, úgy is kommentelik, ezt majd ti le tudjátok itt, hogy hívják, hogy jó legyen. Na vége a Carlo Vivarisnak, jön még egy nagyon rövid, mi lesz a következő hónapban, augusztusban, ez körülbelül egy olyan 15 másodperc, utána a főcím, és akkor utána kb. Jövünk is, úgyhogy most még majd én majd szólok, amikor csöndbe kell lenni. Köszönjük, hogy az elmúlt 5 évben csatlakoztatok a Parallaxis tudományos és fantasztikus utazásához. Figyelem! A műsorban spoilerek bukhatnak. Műsorban spoilerek bukhatnak fel. 12 éven aluljaknak. Nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Nincs szöveg a főcím. Elindult a főcím, és nincs szöveg benne, tehát nincs felmondás hozzá, jó? Jó műsort nektek! Na figyelj! Három, kettő, egy, és most! Köszöntök mindenkit, sziasztok! Elindult a Parallaxis élő streamje, és köszöntök mindenkit ezeken a csodálatos hétfő délutánon. A chatet kérdezem, hogy remélem hallatok és láttok is minket, hogyha bármi problémát észleltek véletlen stream alatt, mert ilyenkor bármikor azért erőfordulhat, akkor nyugodtan szóljatok. És köszöntelek titeket is, srácok, szia Miki, szia Áron, mi újság, hogy vagytok? Sziasztok, hát jó, örülök, hogy itt vagyok, sikerült végre beérkeznem ebbe az adásba, éppen tologatom a potméteremet, amúgy egyébként én teljesen rendben vagyok, és itt úgy tűnik, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van.